Először megmérjük, levegőn. A rugós erőmérőt nem kéne belerúgatni a vízbe. Azt hiszem, hogy nem lesz jó neki, mert még talán nem fél része. Jó. Mit mértetek első mérés? Kitöltjük a táblázatot, jó? Elsőre mit mértetek? 1,2 newton, és a második mérést is megcsináljuk. Nem úgy kertékezteni, és csak a tömbölsenget dolgatok bele. És nézzük meg, hogy a sárga jelzés mit mutat. Leolvasom, 0,8 newton nagyságú, az Archimedes kettős hengernek a súlya a levegőben. A következő második kísérletként merítsük bele a rendszert folyadékba úgy, hogy csak az alsó tömör henget lepje el a folyadék, és a felső üreges henger az maradjon a levegőben. Tehát óvatosan beleengedjük. Nézzük meg, hogy mit mutat a rugós erőmérő. Tehát most az alsó tömör henger a folyadékban van, a felső üreges henger a levegőben, és nézem a rugós erőmérőt, 0,7 newton nagyságú súlyt mutat. Ha összehasonlítjuk a kettőt, akkor azt tapasztaltuk, hogy ez kisebb, mint az előző, tehát valamilyen hatás kifejtett a folyadék a bemerülő testre. Hogyan tudnánk ezt a 0,1 newton nagyságú csökkenést valahogy számlítani? Mivel üreges a felső henger, próbáljuk meg, hogy ugyanolyan folyadékkal feltöltöm az üreges hengert. És megismétlem a második kísérlet. Vagyis, most az üreges hengerben folyadék van, a tömör henger pedig leengedem úgy a folyadékba, hogy a folyadék teljes mértékben ellepje. Nézzük meg, hogy most mit mutat a rugós erőmérő. 0,8 newton nagyságú erőt mutat, vagyis pontosan ugyanazt az értéket, mint a legelső esetben. Azaz, kompenzálni tudtuk a folyadéknak a hatását, vagyis a felhajtó erőnek a nagysága, amit a folyadék kifejtett a bemerülő testre, megegyezik a folyadék súlyával, ami az üreges hengerben lévő folyadék súlya.